Kedves bibliaolvasó barátaim, testvéreim, megint csak azt mondom, hogy nagyon hiányoztok, nagyon hiányzanak a kis alkalmaink utáni kidusok is a kaláccsal és a porral. Látjátok itt mögöttem, most nincs, és nem csak azért, mert Miriam még mindig Ausztráliában van, és ő szokott gondoskodni a kalácsról, a sóról, Ágnes, és ővele is olyan régen találkoztam már. A mustot, azt nem is tudom, hogy ki szokta szállítani, ezt én szoktam általában betenni az autómba és elszállítani, vagy bort ki, mit ihat. Szóval hiányoznak ezek az emberközeli alkalmak, de becsüljük meg azt, ami van, és örüljünk annak, hogy eljövén a szombat újra, ilyen formában legalább együtt lehetünk. Én röstellem, hogy néha, amikor egy kicsit fáradtabb vagyok, akkor terjengősebben beszélek, nézzétek el ezt nekem irgalommal, és sok szeretettel, amennyire tudok, mindig készülök ezekre az alkalmakra, és jó veletek újra és újra átolvasni az ismert tórai szakaszokat, és azon kívül pedig mindig óvatosan bővítjük a kört, és így arra szolgatunk előre Ézsaiás könyvének az olvasásában, immár e csodálatos művön belül a második kötetnél járunk. Ugye ez a teológusok 18. század óta vallott nézete szerint egy két vagy három kötetes mű, amiben egyéb betét dalok, az úgynevezett Ebed Jahve énekek is vannak. Van Ézsaiás, az első 39 résznek a szerzője, van Deutero Ézsaiás, aki a 40. fejezettől a vigasztalások prófétája egészen az 54. fejezetig, és onnan a 66. részig pedig az úgynevezett Trito Ézsaiást feltételezik a szerzők, hogy ki volt ez a második Ézsaiás, némelyek viszont a 40. fejezettől a 66. részig egy személy munkájának tekintik az anyagot. Nem tudunk ebben igazságot tenni, mint látni fogjuk a mai szakaszunkban is van valóban stílustörés, és van új cselekmény, új esemény, megváltozott hang, hogy ez így van-e, vagy azoknak adjunk igazat, akik nagyon határozottan egységes műnek tekintik Ézsaiás könyvét. Ezt a vitát nem tudjuk, nem akarjuk eldönteni. Nem véletlen talán az sem, hogy Ézsaiás könyvéhez kapcsolódik a további 21 néhány fejezet, és az sem, hogy a legrégebbi megtalált kumráni leletek közt fellelt tekercs egy egységes könyvként tekint Ézsaiás könyvére, és Jézus is mint egyetlen szerzőről beszél, amikor a fejezetek között, illetve a három terület között szabadon mozogva csak Ézsaiásról beszél, tehát mintha ő sem tudna különböző személyekről. Olvassuk most együtt a 41. fejezetet. Hallgassatok reám, ti szigetek, és a népek vegyenek új erőt, közelgjenek, majd szóljanak, együtt hat szálljunk perbe. Kitámasztál fel azt keletről, akit igazságban hív az ő lábához. A népeket kezébe adja, és királyok felett uralkodóvá teszi, kardjával, mint port szórja szét, mint repülő polyvát a kézíve által. Kergeti őket, békességgel vonul az úton, amelyen lábaival nem járt. Kitette és vitte végbe ezt?
aki elhívja elejétől fogva a nemzetségeket, én az Úr, az első és utolsókkal is az vagyok én. Látták a szigetek, és megrémültek, a földnek végei reszkedtek, közelektek, és egybegyűltek. Kiki társát segíti, és barátjának ezt mondja, légy erős, és bátorítja a mester az ötvöst, és a kalapáccsal simító azt, aki az üllőt veri, így szól a forrasztóról, jó az, és megerősíti szegekkel, hogy meg ne mozduljon. De te, Izrael, én szolgám, Jákób, akit én elválasztottam, Ábrahámnak, az én barátomnak magva, te, akit én a föld utolsó részéről hoztalak, és véghatárairól elhívtalak, és ezt mondtam néked, szolgám vagy te, elválasztottalak, és meg nem utállak, ne félj, mert én veled vagyok. Ne csüggedj, mert én vagyok Istened, megerősítelek, sőt, megsegítelek, és igazságom jobbjával támogatlak. Imé megszégyenülnek és meggyaláztatnak, akik fölgerjednek ellened, semmivé lesznek, és elvesznek, akik veled perlekednek. Keresed őket, és meg nem találod a veled versengőket. Megsemmisülnek teljesen, akik téged háborgatnak. Mivel én vagyok Urad, Istened, aki jobb kezedet fogom, és aki ezt mondom néked, ne félj, én megsegítelek. Ne félj, férgecske Jákób, maroknyi Izrael, én megsegítelek, szól az Úr, a te megváltód, Izraelnek szentje. Imé én teszlek éles új cséplőhengerré, melynek két éle van, hegyeket csépej és zúz össze, és a halmokat pozdorjává tegyed. Te szord, és a szél vigye el őket, és elszélessze őket a forgószél, és te örülsz az Úrban, és dicsekedel Izraelnek szentjében. A nyomorultak és szegények keresnek vizet, de nincs. Nyelvük a szomjúságban elepet, én az Úr meghallgatom őket, én Izrael Istene nem hagyom el őket. Kopasz hegyeken folyókat nyitok, és a rónák közepén forrásokat. A pusztát vizek tavává teszem, és az aszú földet vizeknek forrásivá. A pusztában cédrust és akácot nevelek, és mirtuszt és olajfát plántálok a kietlenben, ciprust, platánt, sudarcédrussal együtt, hogy lássák, megtudják, eszükbe vegyék, és megértsék minnyájan, hogy az Úrnak keze művelte ezt, és Izrael szentje teremtette ezt. Hozzátok ide ügyeteket, szól az Úr, adjátok elő erősségeiteket, így szól Jákób királya, adjátok elő, és jelentsétek meg nékünk, amik történni fognak, amik először lesznek, jelentsétek meg, hogy eszünkbe vegyük és megtudjuk végüket, vagy a jövendőket tudassátok velünk. Jelentsétek meg, mik lesznek ezután, hogy megtudjuk, hogy ti istenek vagytok, vagy hát műveljetek jót vagy gonoszt, hogy mérkőzzünk és majd lássuk együtt. Imé ti semmiből valók vagytok, és dolgotok is semmiből való, utálat az, aki titeket szeret. Feltámasztám éjszakról, és eljött napkelet felől, hirdeti nevemet, és tapodja a fejedelmeket, mint az agyagot, és mint a fazekas a sarat tapossa. Kijelenté meg ezt elejétől fogva, hogy megtudnók, vagy régen, hogy ezt mondanók, igaz? Te nem jelenté meg, de nem tudatás senki, nem hallá szavatokat senki sem. Sionnak először én hirdetém, ímé itt vannak a tanuk, és örömmondót adtam Jeruzsálemnek. És néztem, és nem volt senki, ezek közül nem volt tanácsadó, hogy megkérdezzem őket, és feleljenek nékem. Ímé mindnyájan semmikők, semmiség cselekedetük, szél és hiába valóság képeik. Tulajdonképpen a 40. fejezetnek a folytatása ez a szakasz. Amikor szigetekről beszél a Biblia, akkor az ismeretlen távolabbi világot érti ez alatt.
amikor a Föld kerekségéről beszél a Szentírás, akkor nem feltétlenül a gömbre gondol, a Föld golyóra, hanem inkább egy tányér alakú kerekded lepényszerű valamiről. Én ezen nem ütközöm meg már, és nem vagyok Istennek ügyvédje, hogy ezt számon kérjem, hanem inkább azon az állásponton vagyok, hogy a Biblia azok nyelvén szól, és azok nyelvén mondja el az örök igazságot, akik az adott pillanatban a megszólítottak. Amikor Ezékiel próféta küszködve a szavakkal, furcsa, levegőből leereszkedő lényeket említ, és azt mondja, hogy az a szerkezet, ami leszállt, az olyan, mintha borjú talpakra ereszkedett volna le, akkor egyesek ebben kis holdjáró járműveket látnak, nem tudjuk, vagy amikor Illés tüzes szegér ragadja el, mások azt gondolják, hogy ez valamilyen jármű, égi jármű, rakéta, vagy efféle dolog. Mi megmondani nem tudjuk, de azt mondhatjuk, ahová ki akarok lukadni, hogy mindig az adott kor nyelvén és ismeretei felhasználásával beszél a Biblia, és fokozatosan építkezik. Sokakkal találkoztam már én magam is, akik nem hitték, hogy a Föld mozog. És abból indultak ki, hogy ezt csak érzékelnie kellene az embernek. Találkoztam olyannal, aki nem hitte, hogy a nap nagyobb, mint a Föld, mert kihallott olyat, hogy nagyobb legyen a viharlámpa, mint az istálló, érvelt ez a kedves, nagyon-nagyon intelligens paraszt ember, de nem tudta elfogadni, hogy a világ mindenségnek ez a darabja, amit az ember belát, vagy ami így a szem elé tárul, ez ennyire bonyolult lenne, és ennyire icipici lenne benne a Föld, és ennyire kivételezett, nem tudta elképzelni. Tehát ha a Föld kerekségéről van szó, ha távoli szigetekről van szó, amelyek mintegy úsznak a nagy kerek tányér levében, mint ahogy a galuska esetleg, vagy a macez gombóc van benne a finom húslevesben, akkor Isten ezt a képet használja fel, hogy örök igazságokat elmondjon, ahogy szoktunk játszani is, ha valamit szemléltetni akarunk a gyerekekkel, és azt mondjuk, hogy most ez a doboz gyufa, vagy tea, vagy ez a kenyér darab jelképezi azt a lovacskát, vagy azt a tárgyat, azt a házat, várat, ahonnan elindul a történetünk, amiről beszélni szeretnénk. Tehát hallgassatok rám, ti szigetek, mint kulturális szigetek is, mint olyan közösségek, olyan gondolkodási körök, társaságok, akik nem feltétlenül aszerint gondolkodtatok együtt eddig, ahogy azt mondjuk Ézsaiás képviselte, vagy Deutero Ézsaiás, vagy ahogy ezt Mózes képviselte, vagy Ábrahám képviselte, hiszen tudjuk, hogy Ábrahám is egy olyan világból indult el, ahol bizonyos változáson kellett végbe mennie a gondolkodásának, hogy egy új Istentől inspirált, ihletett világot, eszmei rendet el tudjon képzelni, és abba beilleszkedjék. Ez kihívás volt akkor gyakorlatával szemben. Az ő humanizmusa és Isten szeretete egész más volt, Isten ismerete egész más volt, mint a környező népeké. Na most ebben a fejezetben, ahol feltételezzük a 45. részben majd előbukkanó Círusz, vagy Kűrosz, vagy Kóres felbukkanását, aki az adott korban, ugye 200 évvel Ézsaiás könyve elejének az
összeazonosítható történelmi korától megjelenik, akkor benne sokan egy új világ küldöttét Istennek profétai erővel, messiási erővel, megváltói erővel felruházott figuráját látják. Miért? Azért, mert az adott térség elnyomott népei számára szabadulást hirdetett. Egy felvilágosult uralkodó volt, aki nem a népek elnyomása árán akarta a hatalmát biztosítani, hanem éppen azáltal ebben volt sokkal bátrabb és felvilágosultabb, mint a többiek. Szabaddá akarta tenni őket, nagykorúakká akarta tenni őket. Meg tudjuk figyelni a Pityaner zsarnokok működésében, hogy megvonnak minden jogot országukon belül, s ha tehetik országukon kívül is, azért, hogy ne érvényesülhessen másféle gondolat, mint az övék. Csak azt lehessen hallani, képviselni, csak náluk lehessen vásárolni, amit vizionál a Biblia utolsó könyve az Új Szövetségben, még pecsétet is raknak az emberek kezére, hogy még vásárolni se lehessen az ő megkerülésükkel, tehát felszámolnak mindenféle versenyt is, és pedig azért, mert pontosan tudják, hogy nincs igazuk, és hogy gyengék az igazuk megvédelmezésében. És ilyen zsarnokok voltak a különböző hódítók, akik ott az Egyiptommal vívott harc közben az Egyiptom által, aki nem volt képes szembeszállni az asszír, babiloni, perzsa birodalommal, azokkal szemben legfeljebb arra futotta, hogy bújtogatta a Palesztina környékén lévő népeket, úgy, mint a föniciaiakat, a moabitákat, a júdaiakat, és akit lehetett, akik valamilyen katonai erőt jelentettek, és legalább egyfajta puffer zónaként le tudták fékezni a nagy keleti birodalmaknak az előnyomulását. Nos, ezek között ez a Kűrosz, vagy Kóres, vagy Círusz egy olyan uralkodó volt, aki hitt abban, hogy az emberek meggyőzhetők, és ami jó a számukra, az örömöt jelent, meg lehet velük beszélni, hogy ne terjeszkedjenek túl a határaikon, értsék meg, hogy van akinek több katonai erő adatot, és inkább kössenek értelmes szerződéseket, mint hogy erejüket fitoktatják mindenkivel szemben. Nem kell üzengetni, hogy mondjuk egy kis pirinyó Izraelből oda Kűrosznak, Kóresnek, hogy ami ott történik az ő birodalmában, az az ő birodalmának a belügye, de ő se szóljon bele abba, ami Izraelben történik, mert nem igazán szokták az erősebbek megkérdezni, hogy beavatkozhatnak-e másoknak a belügyeibe, és nem kell egyszerre Egyiptomnak, és egyszerre Perzsiának, vagy nem tudom én kinek megüzenni, hogy vagyunk ám mi ugyanolyanok, mint ők, mert a mi szavazatunk is ér annyit, nem ér annyit. Mindenki pontosan tudja ezt, és ehelyett a nevetséges erőfitoktatás helyett lehetne egy bölcs külpolitikát folytatni. Lehetne arra törekedni, hogy a békesség uralkodjék azon a földön, ahol mi vagyunk, és legyen ez a mi kicsi országunk a szigetek számára az a hely, ahol hallhatnak valamit az Isten országának a gyógyító üzenetéről, jöhetnek tanulmányozni azt, hogy hogyan imádjuk az Urat, hogyan valósítjuk meg a jogállamot, lehetnénk mi ennek a kiváló terepe a nálunk lévő kicsi nemzetiségekkel kiépített, nagyszerű, gyümölcsöző kapcsolatunk,
hírnevet szerezhetne nekünk olyan országok szemében, ahol nagyban küszködnek ezekkel a problémákkal, lehetne használni gyógyfürdőinket és gyümölcseinket is, és vendéglátó helyeinket arra, hogy jól érezzék a mi vendégségünkben magukat mások, helyett pedig állandóan kakaskodunk, és harcban állunk, hadat üzenünk mindenkinek ország határain belül és kívül egyaránt. Nos, hát ebben a légkörben jelentett üde színfoltot Kürosznak a felbukkanása, megrázta az egész addigi világot is. Az összes szájhős becsukta a száját. Amit itt a harmadik vers mond, kergeti őket. Békességgel vonul az úton, amelyen lábaival nem járt. Tehát noha nem volt ott, nem kell félni attól, hogy bárki megállítja és megkérdezi, hogy hova mész. Oda megy, ahová akar. Kitette és vitte véghez mindezt? Hát nem a saját erejéből tette ezt, hanem az Úr az, aki erre őt fölhatalmazta. És innen van a nagy kérdés, hogy egy-egy vezető, egy-egy politikai vezető minek alapján mondja azt, hogy ő az Úrnak a felkentje. Hát csak azon az alapon mondhatja, hogy ha olyan ez a vezető, mint ami itt Kürosról mondatik, és amilyen maga Izraelnek szentje az Úr, aki megváltó. A Goél, ez a szó szerepel itt a Héberben, 14. versre ugrottam elő, a közösségnek az a figurája, akit most szociális munkásnak nevezhetnénk, aki ugye például ilyen Boáz a Ruth könyvében, aki nem csak a saját dolgaival törődik, vagy talán elsősorban nem is avval. Ha aratja éppen a földjét, akkor odaszól a munkásainak, hogy ne vágjátok le a szélét, ezt mondja a törvény is, sőt, nem, hogy ne vágjátok le a szélét ott, ahol a kasza nehezebben tud fordulni, ugye akkor nem volt kombány, most is így van, hogy vannak területek, ahol a nagygépek már nem tudnak fordulni, kapzsi ember ezt is még szálanként szeretné összeszedegetni, de a Biblia népének az Úr azt üzente, hogy ezt hagyjátok meg a szegénynek. Én is legeltettem még tehenet, szünidőbe, édesapám gyülekezetébe kiadott városi gyerekként boldog voltam, hogy ezt tehetem, nekem ez volt a szabadság világa. És akkor így aratás után mi is bilingéreztünk, mi is szedegettünk, ugyanúgy szüret után ott felejtett szőlőfürtöket, félfürtöket, és aratás után pedig elhullott kalászokat szedegettünk, és azt kimorzsolgattuk, kis tüzecskénél megpörköltük, és nagyon finom volt a friss pörkölt búzaszem, vagy éppen hazavittük, és egy vacsorája a tyúkoknak megvolt abból, amit így összegyűjtöttünk, és hazavittünk. Hát a kis Ruth így jár el, amikor csodálatos anyósa Naomi bátorítására és egyébként az ő megsegítésére megy ki Ruth, de akit bátorít Naomi aztán, hogy járja ezt az utat, és ezen az úton meg lesz az ő egyéni szerencséje és boldogsága is, egy szerelem szövődik ott Ruth és Boáz között. Szóval ebben a történetben is ott van a megváltó figurájának a fontossága és különlegessége. Tehát az a vezető Istentől rendelt személy, aki egyben megváltója a népének. Nem az, aki kizsákmányolja, nem az, aki elveszi alapvető jogait, nem az, aki bezárja, aztán odaadogatja cimboráinak egyetemeit, akadémiáját, nem az, aki lerombolja elődeinek munkáját, kivagdalja a fákat,
és dúl, és saját magának próbál maradandó emléket állítani, hanem aki megváltó, mint Izraelnek szentje, megváltó, Goél, akinek az elképzelése az, hogy hogyan tehetné a népét boldoggá. És ilyen különleges figura volt Círus vagy Kűrosz is, és ő vele szemben, és Izrael szentjével szemben, Jákob istenével szemben, Izraelt kiválasztó istennel szemben, az Úrral szemben a bálványok végtelenül nevetségesek. Ugye nem csak itt, nagyon sok helyen bukkan fel a bálványimádásnak a problémája. Izrael a honfoglalással egy olyan területre lépett, ahol mindenki bálványokban hitt, és itt is látjuk a bálványkészítés formáját, és ebben nem csak az az érdekes, hogy egy bábú, amit fából faragnak ki, és beborítanak finomra kalapált aranylapokkal, és jön más mesterség kiváló szakembere, a kovács, aki az ötvös, a kovács, akik összedolgozva forrasztanak, lapolnak, a fafaragó munkáját befejezik, és a szobornak a stabilitását biztosítják, hogy föl ne boruljon. Az egész munka önmagában egy szép iparos munka lenne, ha nem kapcsolódna hozzá az a gondolat, hogy ez imádandó Isten. Ugye a valódi Istennek nincsen kezdete. A bálványnak van alkotója, egy iparos, ne bántsuk a munkásosztályt, szeretjük nagyon a munkásosztályt, az asztalosokat, a kovácsokat, az ötvösöket, mindegyiket szeretjük, de ne csináljanak bálványt, és ha csinálnak valamilyen szobrot, akkor ne akarják, hogy mi azt imádjuk. Nem akarjuk imádni ezeket a bálványokat, mert ők semmit nem tehetnek értünk, és nem kell, hogy engedelmeskedjünk nekik. A szoborállítás döntés az egyébként is egy örök problémája az embernek, hát itt is milyen cirkusz volt a körül, hogy a korábbi szobrok, amiket felszabadító hősöknek állítottak, az nálunk miért nem maradhatott meg szemben mondjuk Ausztriával, ahol szovjet katona szobra áll Bécsben most is, és nem kell letagadni a történelmet. Vagy ha igen, hát legfeljebb szoborparkba rakjuk a régi szobrokat, de összetörni, és helyettük más szobrokat odaállítani, azért, hogy azt a látszatot keltsük, mintha az, ami a 75 évvel ezelőtti világ és a mostani között van, az nem a mi történelmünk és eleink, vagy nem létező személyek voltak, vagy nem a mi felhatalmazásunkkal élték a maguk életét. Micsoda nevetséges dolog ez. Ne menjünk bele ebbe a szoborállítgatás, döntögetés vitába, hanem forduljunk Izrael szentjéhez, aki elveszi a félelmünket, elveszi a csüggedésünket, ne csüggedj, 10. vers, mert én vagyok Istened, ne félj, férgecske Jákob, maroknyi Izrael, én megsegítelek, szól az Úr, megváltód Izraelnek szentje. Szóval az Úr szemben ezekkel a bábukkal valóságos segítséget és valóságos támaszt jelent a mi számunkra, és ő az, aki felhatalmazást adhat egy Kűrosznak, egy Ézsaiásnak, egy éppen akkor uralkodó királynak, és adhat bölcsességet az elméjébe, és adhat egy Boháznak, egy édes Naominak, aki nagyon bölcs asszony volt, és nagyon szeretetreméltó valaki, és csodálatosan van benne az üdvtörténetben, noha eltemette fiait, férjét, és mégis helyet kap a Biblia hithősei között.
Szóval ne félj, mert én veled vagyok, ne csüggedj, én vagyok Istened, megerősítelek, megsegítelek, igazságom jobbjával támogatlak. Csak legyen a helyén az eszed és a szíved, és tanulj meg néhány alapvető dolgot. Például azt, hogy nem mi csináljuk a történelmet, mi részt veszünk benne, és eljöhet a mi óránk. De akkor is, ha nem a mi óránk van itt, akkor is bizonyos értékek képviseletéről nem mondhatunk le. Nem fáradhatunk el annyira, hogy átálljunk a bálványimádók oldalára, akik eszmék, személyek áldozataivá válnak, vagy éppen kegyenceivé. Ahhoz az Istenhez pártolunk, aki a nyomorultak és szegények, Istene 17. vers, akik vizet keresnek. És az a megtapasztalásuk, hogy Isten a kopasz hegyeken és a kiszáradt agyak sivatagokban is tud vizet adni, sőt, ott, ahol most kopársíkságot látunk, ott szinte varázsütésre megjelenik az erdő, a maga gazdagságában, ciprus és olajfa, mirtusz, akácfa, és gyümölcsfák sokasága jelenik meg, mert a mindenek felett való Úr az, aki kezében tartja a történelemnek az ügyét, szerepekre lehet jelentkezni, boldog az, aki nem a gyorsan fizető, gyorsan és jól fizető, negatív szerepekre akar jelentkezni, hanem aki oda szenteli az életét, az igazság nagyon sokszor hálátlan és véráldozattal is járó szerepéért. Boldog, aki a békére törekszik háború idején is, és a békesség idejét sem használja fel arra, hogy háborút gerjesszen, uszítva, karaktergyilkossághoz folyamodva, leszámolva politikai ellenfeleivel. Nem lehet mellette az Úr, akit éles új cséplőhengerré tesz, annak ez a dolga. Akinek az a dolga, hogy hegyeket zúzzon össze, és halmokat tegyen pozdorjává, akinek ilyen hatalmas átalakító erőt ad, az soha nem a gyengékkel szemben használja ezt az erőt. Egy szavunk nem lenne azokkal szemben, akik a problémák hegyeit zúznák darabokra, és a gondok halmait morzsolnák össze, azzal ellentétben, hogy gondok hegyeit támasztják azáltal, hogy a cséplőhengerükkel belőlünk, az anyagi javak belőlünk való kisajtolását érik el. Te majd örülsz az Úrban, és dicsekedel Izrael szentjében, nem önmagadban. Ne kevékedj, ne légy felfúvalkodott. Ha goél vagy, akkor ha dicsekszel és örülsz az Úrban, örülsz, és vele dicsekedel, és nem politikai ellenfeleid legyőzésével, kigúnyolásával vagy elfoglalva. Hát valami ilyen gondolatok jutottak eszembe, miközben ezt a fejezetet olvastam, és abban erősített meg ez, hogy Kürosszhoz hasonlóan, akit sejtett itt a szöveg, majd a 45. részben meg is fogja nevezni, tehát ő rá célozgat már itt a szöveg valakire, aki a maga idejét, történelmi helyzetét arra használta fel, hogy emberek szabadságát kiterjessze és biztosítsa. Isten áldotta történelmi szereplő volt, és nem tartozott a bálványok formálói közé, akiken mindenki csak nevet és gúnyolódni tud, ha helyén van a szíve.
Hát lapozzunk most Mózes második könyvébe, mert ott folytattuk a Tóra olvasását. Mózes második könyvének a 6. része 2. versétől kezdődő szakasz, egészen a 9. rész 35. verséig terjedő részéig tart. Ennek a szakaszunknak a címe Vajérá, megjelentem, én jelentem meg, a 3. versben találjuk ezt a kifejezést. Vajérá, én jelentem meg. Mit? Tehát megjelentem. Izsáknak és Jákobnak és Ábrahámnak jelentem meg, úgy, mint mindenható Isten, de az én Jahve, ugye régi néven is megállunk majd itt egy pillanatra, Jehova nevemen nem voltam előttük ismeretes. Nem célunk, hogy itt most vitatkozzunk azokkal a honfitársainkkal, akik magukat Jehova tanúinak nevezik, de ez a név a héberben egy nem létező név, ez nem Istennek a neve. Az Isten nevét 4 betű jelöli, egy jod, egy vav, egy hé, és jod, vav, hé és hét. És nehezen lefordítható ez a 4 betű, a tetragrammaton. Ez a létigének az összevont alakja, és így nem létező név vagy szó, de hogy véletlenül se lehessen kiejteni, mert azt, hogy Isten nevét hiába felneved, azt így is értelmezték a régiek, noha ez arról szól alapvetően, hogy ne bújj mögé, ne esküdjél az ő nevére, mert ezt csak akkor teszed, ha nincs igazad, és te is tudod. Ezért bepontozták alá az Adonai szónak, ami urat jelent, a magánhangzóik is. És így lett, az elején egy félhangzó van, most nem magyarázzuk el, hogy hogyan is vannak a hangzók betűk a héberben, tehát így lett Jehová, az Adonai szónak a magánhangzóival, a JHVH. És így sem jelent semmit, összeolvasva, pláne nem. Ugye a Károli Bibliában, amikor a JHVH jelenik meg az eredeti szövegben, ott hát az urat szokták helyette fordítani, és hogy az egyéb úrtól meg lehessen különböztetni, egy nagy U, és általában egy nagy R betű az úr jelöli azt a helyet, ahol a héberben a 4 betű áll. Tehát ezen az én nevemen nem voltam előttük ismeretes. Na most, ha valaki megnézi, akkor Mózes első könyvében is találkozik már ezzel a 4 betűvel. Ugye az Elohim az azt jelenti, hogy Isten, és általában ezt ott használja a Biblia, ahol úgy általánosságban Istenről van szó, világot teremtő Istenről, de a JHVH is, az is jó, ha az urat mondjuk, az is jó, ha itt Istent mondunk helyette. A nagyon finom zsidó lélek még az Istennél is tesz egy olyan kis apró önmaga megkötését, hogy úgy szokták leírni az Isten nevét is, hogy I.ten, kihagyják belőle a S betűt, talán éppen azért, mert a mindenható Isten, az El Shaddai, van az S betű, ugyanúgy, ahogy az ajtófélfára kirakott
kirakott mezúzában is, mezúzán is a s betűt, a sin betűt tüntetik fel. Ez az érsadájra való utalás, az örökké való mindenható Istenre való utalást, illetve mindenható Istenre való utalást, az örökké való az inkább felel, annak inkább felelne meg a négy betű, a JHVH, mert hogy ezek a létigének a formája volt, van, lesz. Tehát én az vagyok, mondja Mózesnek, aki, mondd meg nekik, amikor azt kérdezik, hogy ki küldött, hogy a vagyok küldött, amit úgy is lehet értelmezni, hogy a leszek. Tehát az vagyok, aki holnap is leszek, és holnap után sem fogok megváltozni. Tehát a változhatatlan Isten az, akire mindig lehet számítani. No, és azt szoktuk mondani, hogy az éllel, az Elohimmal, az él az a rövid formája az Istennek, tehát akinek a nevében él van, mint Csámú él, Gábri él, Dani él, ott valami mindig az Istennel van összefüggésben, Dani él, az Úr az én bírám például, vagy Gábri él, Isten férfia. Szóval az Isten úgy általánosságban a világot teremtő, a mindenséget uraló, kitöltő, betöltő Isten, mindenütt jelenlévő Isten, de amikor a JHVH-ról van szó, akkor arra gondolunk, akit fordíthatnánk atyánknak is, mennyei atyánknak, akivel személyes, bensőséges, bizalmas kapcsolatunk van, aki személyesen törődik a mi sorsunkkal, aki ígéreteket tesz Ábrahámnak, Izsáknak és Jákobnak, aki követi őket, aki angyalt küld, aki odáll Mózes mellé, akivel Mózesnek vitatkoznia lehet, akitől átveszi a 10 parancsolatot és az egyéb igéket, aki személyes kontaktust táplál velünk kapcsolatban. Szóval ezen az én nevemen nem voltam előttük eddig ismerettes, vagyis az, aki szövetséget köt, akit szaván lehet fogni, akiről mondom, mint mennyei atyánkat. Hát hogyha elképzeljük Istent, mint aki mindenség alkotója, végtelenül bölcs, és nem értjük, hogy csinálta a világot, és hogyan működnek azok a törvények, amik által dolgok lebegnek, mint mondjuk a felegek és bennük a víz. Jó, meg tudjuk magyarázni, de azzal, hogy megmagyaráztuk, nem szűnik meg a csoda. Az attól még csoda, csodálatos törvények teszik ezt mind lehetővé. Valaki azt megalkotta, azokat csodálatos törvényeket nem önmagukat alkották meg, mondja a hívő ember, de nem azért, mert képtelen felismerni önmaga elhivatottságát ebben a világban. Nem joga van az embernek bármit mondani, és a túloldalon nem egy végtelen bölcsességű, elvont tudóst feltételez, hanem azon kívül ez az ő mennyei atya is, akivel ezt valamilyen módon meg lehet tárgyalni, és azt lehet mondani, amit a szigeteknél mondtam az előbb, hogy akkor leül velünk, és lerak egy kévét, vagy lerak egy dobozt, egy kosarat, egy serpenyőt, és azt mondja, hogy nézd ezt a serpenyőt, és most képzeld el, hogy ez egy repülő tárgy, ami erre és erre emlékeztet téged, vagy lerak egy hegyet, egy kődarabot, és megfoghatóvá válik a világ, vagy azt mondja, hogy itt van előtted a tányér. Gondold azt, hogy az ebben úszkáló galuska, vagy macezgombóc, nem tudom én, az egyik távoli sziget, és képzeld, enged szabadjára a fantáziádat, és képzeld el a dolgokat. Tehát az én Jahve nevemen eddig nem voltam ismeretes. Ő előttük, vagyis az az Isten, akinek, hogy úgy mondjam, érzései vannak. Hát a mi érzéseink
az ő érzéseinek a leképződései. És visszafele innen próbáljuk meg őt emberi alakban elképzelni, ezt nevezzük antropomorfizmusnak, amikor megpróbáljuk őt emberi tulajdonságokkal felruházni, vagy a bálvány imádók is valami természet feletti figurát akarnak létrehozni, és ezért aggatják tele láncokkal, ékszerekkel, valamivel megfizethetetlen a földi halandó számára, valahogy kifejezzék azt, hogy megfogható, elképzelhető, hihetetlenül értékes, és bele akar szólni az életünkbe, mert ő a mi alkotónk, nem fordítva van, nem mi vagyunk az ő alkotói. Miért kell mindezt hangsúlyozni? Mert itt van ez a szegény nép, szenvedve a fáraó hatalma alatt, és nem tudnak menekülni attól a gondolattól, hogy itt van egy emberfeletti lény a fáraó, sikeres, markában vagyunk, megveret bennünket, ha úgy tartja kedve, megölet, gyermekeinket megöleti. Vajon van-e valaki, aki ellen tud állni a hatalmának? Ó, olyan sokszor esünk bele ebbe a kétségbeejtő állapotba, hogy azt képzeljük, hogy emberek istenek, pedig nem azok, hanem Isten a markában tartja őket. Egy darabig elengedi, és aztán lehet, hogy rajtuk demonstrálja, hogy Isten más. Tehát az Isten, az örökkévaló Isten, az nekünk megváltunk. Ő Izrael szentje, törődik a mi sorsunkkal, emlékezik ránk, nevünkön szólít bennünket. A tekercsünkben ismét találkozunk Izrael fiainak nemzetségi táblázatával, legalábbis most némelyeknek a neve itt fölbukkan, Rubené például, az elsőszülötté Ruben, Simeon, Lévi, és akkor Lévinél egy kicsit megállunk, Gerzsom, Kéhát, Mérári, a fiai, eljutunk Áronhoz, hamar Kóré fiaihoz, akiknek, Korach fiaihoz, akiknek szintén szerepük lesz, nem sokára majd a történetben. Tehát egyfajta seregszemle, hogy lássuk, hogy kik azok, akiket, mintha félbeszakadna itt a nemzetségi táblázat, az első három fiú, Ruben, Simeon és Lévi, és utána megállunk egy kicsit, hogy idézzünk Áron és Mózes mellett, akik Lévi törzséből valók, és Kéhátnak a leszármazottai, a középső gyereknek a leszármazottai. Mózes és Áron elmennek a fáraó elé, megmutatják a csodákat, amit Isten Mózesre bízott, és felszólítják a fáraót, hogy engedje el a népet, hogy Istent imádhassák, a valódi Istent, de a csodákra a fáraónak a bölcsei is, mágusai is tudtak hasonló csodákkal válaszolni, és a fáraónak megkeményedett a szíve, ahogy erre az Úr számított is, vannak olyan vezetők, olyan fáraó típusú vezetők, akik nem tudnak már megtérni, akik annyira elhitték, hogy azt tehetnek, amit akarnak, hogy igazán demokratikus úton nem is válthatók le. Egyszerűen el kell őket távolítani, és ha nem akarnak menni, akkor bármiféle erővel is félre kell őket állítani azért, hogy az emberek ne szenvedjenek további lelki és egyéb kárt, nem lehet velük tárgyalni. Most érdekes az, hogy ezt az Úr idős emberekre bízta, Mózes 80 esztendős, Áron pedig 83 esztendős, amikor mindez megtörténik, és hogy legyen a társaságban egy nő is, bár őt most nem említik itt meg, de Miriam pedig még idősebb volt, és ő is végigcsinálta az öcséivel, akik hát öcsi kornál sokkal idősebbek voltak, már nagyon is idősebbek voltak, idős emberek. Nem gondolkodik a Biblia úgy, hogy
hogy most már álljanak félre azok, akik eddig szerepet játszottak a történelemben, Mózes is szerepet játszott, és az első nekifutásra nem is vizsgázott olyan nagyon jól, de ez nem jelenti azt, hogy őt félre kell állítani, tehát elhívhat Isten így idős embereket is. Jönnek ők ketten, a csodatévő bot, amit Mózes magával hozott, és amit most Áronra bíz, ez az Áron veszélyeként szerepel itt a jövőben, az elnyeli a fáraó mágusainak, mestereinek, titkos mestereinek a botját, amik szintén kígyóvá változnak. És akkor meghirdeti az Úr felhívására Mózes az első csapást, a 7. rész 14. versben, a vizek vérré változása. Egyiptom összes folyója, Egyiptom folyói istenségek. De abban a megaláztatásban van részük, hogy a felemelt bot hatására a vizek egyszerre csak vérré változnak, és a halak megdöglenek a folyóvizében, a csatornákban, tavakban, vízfogókban vérré válnak mindenütt, megbüdösödött a folyóvíz a haltetemek miatt, az emberek nem ihattak a folyóvizéből, vér volt az egész Egyiptom földjén, 21. vers, de úgy cselekedtek Egyiptom írástudói is. Tehát ők is meg tudták ezt varázslásukkal csinálni, és a fáraó szíve kemény volt, elfordult a fáraó, hazament, 23. vers, nem indult meg az ő szíve, és az egyiptomiak pedig ásták a folyók mellett a kutakat, hogy ihassanak, mert nem ihatták a folyóvizét. Tehát villám gyorsan mindenkinek saját kutat kellett ásni, mert azok a központilag biztosított nagy csatornák alkalmatlanná váltak az ivóvíz szolgáltatásra. És eltelt egy hét, amióta az Úr megsújtotta a folyóvizeket, hogy az emberek úgy, ahogy hozzájutottak a vízhez, a maguk ásottak útból, és elhangzik 8. rész, fenyegetés a második csapással, figyelmezteti előre az Úr a fáraót, hogy ha nem hajlik a jó szóra, akkor békákkal veri meg az országot. Szintén egy istenség volt a béka is, és kinyújtják kezüket az Úr utasítása szerint, és egész Egyiptom földjét ellepik a békák. Itt van egy kis változás a Biblia beosztásban. Az előző fejezetek még a 7. részhez tartoznak, és a Héber Biblia, talán az új fordítás ezt használja, a 8. fejezet 5. versénél kezdődik a 8. vers a második csapással a békákkal. Tehát innen átszámozhatnánk. Az 5. vers az első vers, a 6. vers a második, és így tovább a fejezet végéig. Az utolsó vers, a 32. vers, az az új számozás szerint a 28. vers a 8. részben. Tehát a második csapás, hogy Egyiptomot a békák lepik el, de a fáraó tudósai is meg tudják csinálni ezt, hogy fölhívják, fölhozzák valahogy a békát Egyiptom földjére. Egy biztos, hogy a változást, a helyreállítást nem képesek. Azt csak Mózes szavára hajlandó az Úr megadni. Na most valószínű, hogy olyan csodák ezek, amiket korábban is láttak, csak ilyen koncentráltan, egymás után, együtt a folyóvizek megromlása, a békák megjelenése, majd a fejezeten belül a harmadik vers, a tetveknek a megjelenése, a 16. vers a régi számozás szerint, az új számozás szerint a 12. 12-től a 15. versig a
a tetveknek a megjelenése, amelyek miatt egész Egyiptom vakarózik, és az írástudók most már kezdenek félni, mert ezt ők sem tudják már, ezzel már nem tudják felvenni a ritmust, ezt már nem tudják megtenni, és szólnak a fáraónak, 19. vers Károliban, vagy 15. az újfordítás szerint, az Isten újja ez, de kemény marad a fáraó szíve, és nem hallgat rájuk, amint megmondta ezt az Úr. Jön a negyedik csapás, a 20. illetve 16. verstől a 28. versig, a fejezetnek a végéig, a negyedik csapásról olvasunk, a bögők, vagy más néven bogarak megjelenése. Tudjuk jól, hogy a muslicák, vagy amit motoros emberek tapasztalnak meg nyaranta, de az autóval közlekedők is, hogy a szélvédő tele van bogarakkal. Most ennél lényegesen kellemetlenebb az, amikor jóval nagyobb testű bogarak lepik el az országot, tehát tessék, mondjuk gondolkozunk bögölyökben, nem tudom, van-e köztünk olyan, akit már csípett meg bögöly, az elég borzasztó az a csípés. Az állatok is nagy szenvedések között, izgalmak közt élik át, hogyha megcsípi őket ez a gonosz légy. Hát az egész országot csípkedik a bögölyök, és megint csak a fáraót épp úgy éri a dolog és a közvetlen környezetét, mint az egyszerű embereket. Jön az ötödik csapás, az első hét versben a dögvész, az, ami megjelenik, elhullanak az állatok, majd a hatodik csapás, a 8-tól a 12. vers, a 9. fejezetben járunk már, a fekete himlő, hólyagos himlő, a kemence hamut szórják az ég felé a fáraó szeme láttára, és ebből támad a fekély. Az írástudók nem állhatnak Mózes előtt a fekély miatt, mert az írástudókon is megjelenik ez, de az Úr megkeményíti a fáraó szívét, jöhet bármilyen vírus, vagy akármi. Aki fáraó, az azt hiszi, hogy élet és halál ura, és trónol festett szemmel, ragasztott szakállal a maga trónján, körülvéve magát varázslókkal, és dacolva az isteni törvénnyel, és nem érdekli, hogy milyen szenvedést visz a népére. Jön a hetedik csapás, a jégeső, a 13. résztől. A jégeső, itt figyelmeztetés hangzik el, és nem eredménytelenül. 20. vers, aki a fáraó szolgái közül az Úr beszédétől megfélemledett, a szolgáit és a barmait a házába futtatta, és így azok megmenekültek. Akkora a csapás, a jégeső és tűz egymást érte, hogy, és annyira feltűnő, hogy 26. vers csak a Gósen földjén volt más a helyzet, hogy a fáraó hivatja Mózest és Áront, és ezúttal látszólag bűnbánatot gyakorol, és ki tudja mondani, van, aki még idáig se jut el, mert annyira fáraó, dupla fenekű fáraó, de fáraó ki tudja mondani, hogy vétkeztem ezúttal, az Úr az igaz, én pedig és az én népem gonoszok vagyunk. Én és az én népem. Mert a fáraónak, fáraó mellett asszisztáló nép is gonosz. A fáraó nem önmagában gonosz, hanem ott vannak mellette azok, akik részben ebből hasznot húznak, vagy gyáván lapítanak. Imádkozzatok az Úrhoz, 28. vers, hogy legyen elég a mennydörgés és a jégeső, és akkor elbocsátlak titeket, és nem maradtok tovább.
Mózes azt mondja, miért kimegyek a városból, felemelem kezeimet, mert itt ebben a városban, ahol ennyi a bűn, itt nem fogunk imádkozni, ez a bálványoknak a helye. Felemelem kezeimet az Úrhoz, és megszűnnek a mennydörgések, nem lesz többé égeső, hogy megtudd, hogy az Úré a föld. De tudom, hogy te és a te szolgáid még nem féltek az Úristentől. A len pedig és az árpa elverettettek, mert az árpa kalászos, a len pedig bimbós volt, de a búza és a tönköly nem verettek el, mert azok késeiek. Kiment Mózes a fáraótól a városból, felemelte kezeit az Úrhoz, megszűnt a mennydörgés, a jégeső, és az eső nem ömlött többé a földre, és amikor látta a fáraó, hogy megszűnt az eső, tehát amikor megkönnyebbült a helyzete, akkor nem az történt, mint amit naivan várnánk, hogy akkor visszafogta magát, hanem még nagyobb sebességre kapcsolt, hogy a hatalmát még jobban bebetonozza. Ismét vétkezett, és megkeményítette szívét ő és az ő szolgái. És kemény maradt a fáraó szíve, nem bocsátotta el Izrael fiait, amint megmondotta az Úr, hiába ígérte ezt meg. És hogy mit történt ezután, azt majd a következő szakaszban tudjuk meg a 10. verstől, aminek a címe Bó, menj! Menj be a fáraóhoz, és jön majd a 8., 9. és 10. csapás is. A 10. rész első versétől a 13. rész 16. verséig terjedő szakasz lesz a következő rész, amit elolvastunk, majd mondom, aminek ez a címe, hogy menj, mert nem csak Mózesnek kell bemenni a fáraóhoz, ezt mondja az Úr, hogy menj be a fáraóhoz, hanem a fáraó is azt fogja mondani ennek a szakasz végén, hogy menjetek innen el. És nekünk is szól majd az üzenet, hogy menjetek ki Egyiptomból, a szolgaságnak a házából, mert ez kötelességetek. Hát nézzük a háftáránkat, hogy az mi is. Az pedig Ezékiel könyvének a 28. részétől, a 25. verstől. Ezékiel 28-25. Így szól az Úristen, mikor egybegyűjtöm Izrael házát a népek közül, kik közé szétszórattak, akkor megszentelem magamat rajtuk a pogányok szeme láttára, és laknak az ő földjükön, amelyet adtam Jákobnak, az én szolgámnak. Ugye fogságban van a nép, babiloni fogságban, pogányok uralkodnak rajta. És visszatérünk ehhez az ősi gondolathoz, hogy az Úr a szabadító, akinek hatalma van arra, hogy minket, számunkra a szabadságot újra visszaadja. És laknak azon bátorsággal, és házakat építenek, szőlőket plántálnak, és laknak bátorsággal. Mikor ítéleteket cselekedtem mindazokon, akik őket megvetették, ő körülöttük, hogy megtudják, hogy én vagyok az Úr, az ő Istenük. Tehát az Isten ítélete nem fog elmaradni azok felett, akik gúnytűztek belőle, és akik visszaéltek a hatalmukkal. 29. vers. A 10. esztendőben, a 10. hónapban, a hónap 12-én lett az Úr beszéde hozzám, mondván, embernek fia, vesd tekintetedet a fáraóra, Egyiptom királyára, ez Hofra fáraó volt, és profétálj ellene és egész Egyiptom ellen, szólj és mondjad, így szól az Úristen, imé én ellened megyek, fáraó, Egyiptom királya, te nagy krokodil, aki fekszik a folyói közepette, aki ezt mondja, enyém az én folyóm,
és én teremtettem magamnak. Nemrég éppen előttünk volt ez a rész, hogy a fáraó Istennek képzeli magát, és azt hiszi, hogy ő teremtette a folyóit magának. Vagy önmagát ő teremtette, még így is lehet érteni ezt a részt. De Isten nem teremtette önmagát, ő van, és volt, és lesz, és nincs nála változás, vagy változásnak árnyéka, de a fáraók, kis és nagy fáraók, azok azt képzelik, hogy velük kezdődött a történelem, és hogy ők teremtették magukat, és úgy bánhatnak az országgal, amelynek a trónján ülnek, mintha azt mind ők hozták volna létre, és tegyük fel, hogy így lett volna. De hát ez az, ami miatt egy apa, aki nemző atya egy gyermeknek, nem tehet vele azt, amit akar, mert az abuzus lenne, családon belül erőszak lenne például. Akkor is, hogyha ez nem szexuális zaklatás volna, egyszerűen csak bántalmazás, az erővel való visszaélés. Isten nem erre rendelte az embert, hogy azok felett, akik létrejöttében, működésében eszköz lehetett, azok felett korlátlan hatalmat gyakoroljon és azzal visszaéljen, mint ahogy ezt a fáraó képzelte. Horgokat vetek szádba, ugye így fogták meg a krokodilt, hogy kampót akasztottak az alsó állkapcsába. Hogy ne tudja ugye a száját becsukni, és így vonszolták ki a partra. És azt cselekszem, hogy folyóid halai odaragadjanak pikkelyeidhez, és kivonszalak folyóid közepéből, és folyóid minden halait, amelyek odaragadtak pikkelyeidhez. Na most, ahogy a kutyán a bolha, úgy lehet esetleg a krokodil oldalához tapadva hal, amelyik, ha a krokodilt kirántják a szárazra, a hal nem bírja ezt az új létformát, és ugyanígy a fáraó bölcsei is vakaróznak, a zsarnok segítői, akik belőle éltek, rátapadtak, mint a krokodil pikkelyére az apró akvárium halak, azok mihelyt partra van rántva horoggal a víziszörny, ezek a halak nem bírják ezt az új időjárást és körülményeket, és végük van, végük lesz. Kivetlek a pusztába téged, és folyóid minden halát, a mező színére esel, egybe nem szedetel, s nem gyűjtetel, a földi vadaknak, s az ég madarainak adlak eledelül. Egyszerűen tápláléklánc aljára kerül az, aki eddig a tetején érezte magát. És megtudják mindnyájan Egyiptom lakói, hogy én vagyok az Úr, mivel hogy ők nátszálbot voltak Izrael házának. Tehát az egyik bűne a fáraónak, hogy Istennek képzeli magát, visszaélt a hatalmával. A másik bűne, hogy azt a hamis látszatot keltette, hogy támaszt tud jelenteni bárkinek. De nem, mert a nádbot ugyan hosszú és rugalmasnak tűnik, de csak nagyon korlátozott terhet képes elhordozni. Ha nagyobb a teher, összetörik, és kardszerű töredék lesz a nádbotból, a nádpálcából, és fölnyársalja azt, aki rátámaszkodik. És amikor azzal heccelte Egyiptom, többek közt Júdát is, mint ahogy egyéb népeket, föníciaiakat, másokat, mint mondtam, hogy legyenek pufferzónává és forduljanak szembe az asszír, babiloni, perzsa birodalommal, itt most a Sedékiás királyt vagy Szidkiáhut
értjük-e pillanatban ez alatt, mert ő volt a király akkor abban az időben, akkor minden értelmes embernek látnia kellene, hogy nem jó támaszt keresett. Hát hányszor fordult elő már a történelemben, hogy olyanok, akiket korábban elnyomtak, mint Izrael népét Egyiptomban, azok mégis Egyiptomban látták a szövetségest azokkal szemben, akik aztán elbántak Egyiptommal is. Tehát hányszor fordul elő, hogy a korábbi elnyomó, ki alul maradt a történelmi versenyben, és nem képes másra, mint hogy bomlassza a vele szemben lévő nagyhatalmi tábort, az bennünk esetleg szövetségre talál. De milyen szégyen ez? Milyen szégyen ez, hogy, és milyen kockázatos dolog Egyiptomnak újra önként alávetni magunkat. Egyiptom nem szeretetből hízeleg nekünk, hanem azért, mert az érdekei, biztonsági érdekei így kívánják. Melyet, ha megfognak kezükkel, összetörsz, felhasítod egész vállukat, és ha rátámaszkodnak, összeroppansz, megrázod egész derekadat. Ezokáért így szól az Úristen, imé hozok ellened fegyvert, és kivágok belőled embert és barmot, és legyen Egyiptom földje pusztasággá, és sivataggá, és megtudjátok, hogy én vagyok az Úr, mivel, hogy azt mondja, a folyó enyém, és én teremtettem. Ezokáért imé én ellened megyek, és folyóid ellen, és teszem Egyiptom földjét nagy pusztaságok pusztaságává, Migdoltól fogva, Siénéig és Szerecsen ország határáig. Tehát az egész ország hosszában, mert ezek ellentétes végpontjai az ország határainak, Isten ítélete nyomán meg fog látszani. Ne menjen át azon emberi láb, se baromi láb, ne menjen át rajta, és ne lakják 40 esztendeig. És adom Egyiptom földjét pusztaságra, az elpusztult földek között, és városai lesznek az elpusztult városok közt pusztaságban 40 esztendeig, és eloszlatom az egyiptomiakat a nemzetek közé, és szétszórom őket a tartományokba, vagyis megkóstolja, hogy milyen az, amikor Isten ítélete nyomán a választott nép is hasonló helyzetbe került, ahogy ez Ezékiel időszakában volt. Mert így szól az Úristen, 40 esztendő múlva egybegyűjtöm az egyiptomiakat a népek közül, kik közé szétszórattak. Vagyis Isten kegyelme nem csak a választott nép felett van, ott ő neki fáj, az egyiptomi szolgasorba küldött és határait elhagyni kényszerült embernek a helyzete. Visszahozom Egyiptom fogjait, és visszaviszem őket Patrosz földjére, az ő eredetük földjére, és ott lesznek alacsony királyság. Alacsony királyság. Bármennyire is akart Egyiptom, akár a mi korunkban is hajdani történelmi dicsőségének a csúcsára jutni, csak alacsony királyság marad. A többi királyságokhoz képest alacsony lesz, többé nem emeli magát a nemzetek fölé, és megkevesbítem őket, hogy el ne tapodják a nemzeteket. És nem lesz többé Izrael házának bizodalma, mely vétekre emlékeztessen engem, midőn feléje hajlanak, és megtudják, hogy én vagyok az Úristen. És lőn a 27. esztendőben, ugye ez 40-ből ennyi telt akkor már el, az első hónapban, a hónap elsején lőn az Úr beszéde hozzá mondván, embernek fia, Nabukodonozor Babilon királya nagy fáradtsággal fárasztotta seregét Tírus ellen, minden fő megkopaszult, és minden vál feltört, de jutalma nem lett neki, és seregének Tírusból a fáradtságért, amelyel miatta fáradott, ennek okáért így szól az Úristen, imé én Nabukodonozornak, a babiloni királynak adom Egyiptom földjét, és elviszi gazdagságát, elragadja ragadományát, elprédálja prédáját, és ez lesz jutalma seregének. Fizetésül, amelyért fáradott, adom neki Egyiptom földjét,
mert értem cselekedtek, ezt mondja az Úristen, azon a napon szarvat sarjasztok Izrael házának, és a te szádat megnyitom közöttük, és megtudják, hogy én vagyok az Úr, vagyis a történelem formálásának az eszközei Isten kezében vannak, mi meglepetten tapasztaljuk, nem értjük, hogy mi volt az, ami hirtelen megállította a féktelennek tűnő hatalmat, de boldog az, aki ezeket a pillanatokat jól használja ki, nem bosszúra, nem revansra, nem viszont nyereség szerzésre, hanem lesz az Úrnak eszközévé, ahogy beszéltünk az elején az ézsaiási szövegről is, Góéllé lehet az, aki a változás pillanatában szerephez jut Isten kegyelméből, és Istennek az áldása azon nyugszik meg, aki Izrael szentjéhez hasonlóan az emberek népe, szegények javát akarja, és azon fáradozik. Hát Isten keresi azokat, akik így rátámaszkodnak, és nem a modern, kori, mai, most nem éppen Egyiptomra célzok, ha itt ülök ennek az országnak a területén, kiki értse meg, hogy mit jelent az ő korában, az ő történelmi helyzetében. Tehát boldog lenne, ha nem támaszkodnánk olyan botra, ami csak átszúrja a tenyerünket, hanem mi lennénk támasszá Isten akaratából. Nos, köszönöm szépen, hogy együtt lehettünk, és akkor beszéljük meg, hogy mit olvasunk el a következő alkalomra. Mózes második könyvéből lévő szakaszunkat már az előbb említettem, tehát a 2 Mózes 9. Nem, 9. rész végéig volt, a 10. rész első versétől a bó szakasz, menj be, első versétől a 13. rész 16. verséig olvassuk a következő szakaszunkat. Akkor már elkezdünk kivonulni Egyiptomból. Ennek pedig a haftarája. A Jeremiás 46, 13-tól 28-ig. Jeremiás 46, 13-tól 28-ig. Következő részünk pedig Ézsaiás könyvéből a 42. és a 43. rész legyen. Mindenkinek jó olvasást kívánok. Jó szombatot, Boruch Atodajnoi, Melech Hajlom Aser. Kit sonu bemic vojszó, főci vonu, lehatlik nérser, sábosz, áldott légy örökkévaló Istenünk, világ királya, aki megteremtettél minket, és megparancsoltad, hogy szenteljük meg a szent szombatot, és gyújtsuk meg a fényét, meggyújtottuk, világítson ez nekünk, és legyünk mi magunk is világító mécsessé, e sötétségben.